meccsük, és hát mind a kettőre szerintem jól emlékeznek a boxrajongók, azok, akik nem látták ezeket a meccseket, Kálmár röviden, Dióhéjban, hogyan alakult ez a két mérkőzés? Mind a kettő igazi közönségmeccs volt, tényleg elképesztő, hogy az a két srác mit produkált, és tényleg milyen tanúbizonságot tettek szívről, akaratról, ütésálló képességről, győzni akarásról, tényleg egészen parádés volt mind a kettő meccs, mindenféle túlzás nélkül, mondom, hogy az elsőre Várbarotán került sor, akkor nagyon nagy meglepetésnek tűnt, hogy a veretes amatőr múltal rendelkező Darmos Józsi, aki akkor még ugye pályafutás elején járt vereséget szenvedett, méghozzá idő előtti vereséget Tóth Tamástól. Aztán a jött csukja, a visszavágó, ugye? Csak azt akartam mondani, hogy a csukja alatt Tóth Tamás található. Jött a visszavágó, ami lehet még jobb meccs volt, kiegyenlítettebb küzdelem volt. A meccs első felében azt gondolom, hogy Darmos dominált, aztán egyre jobban jött fel Tóth Tomi, és ugye aztán végül is sérülés miatt mind a ketten felrepettek, be kellett szüntetni a meccset, és ugye, mint kiderült, döntetlenre álltak a pontozó lapokon, úgyhogy ma pont kell, hogy kerüljön ennek a történetnek a végére. Mondhatnám úgy is, hogy a magyar cirkálósújú trilógia befejező fejezete következik. Abszolút így van. És akkor jön az ellenfél, a korábbi kiváló amatőr versenyző, Darmos József, aki nem kevesebb, mint 8 felnőtt magyar bajnoki címet szerzett, azért ez nem akármi. Kétszer volt Európa-bajnokságon bronzérmes, világbajnokságon negyedik, olimpiára végül nem jutott ki, amatőrként 330 mérkőzést vívott, ugye Kiskunmajsán kezdte el az ökölvívást nagyon-nagyon régen. Edzője Gyikovics Gábor, lelkes ringsegédje pedig Gábor fia, ifjabb Gyikovics Gábor, illetve hát el kell mondani még azért valamit Darmosról, kivel készült erre a most következő mérkőzésre? Hát ugye 10 hetet készült erre a meccset, az semmit nem bizott a véletlenre, egy jó két hónapos edzőtáboron vett részt, és ugye Füzesi Zoli, a legendás Füzesi Zoli segítette a felkészülését, ki az egyik legjobb edző, azt gondolom Magyarországon, és a 80-as évek egyik legjobb ökölvívója volt, nem csak itthon, de a világszerte is, ugye egy világbajnoki bronzérmes, Európa-bajnoki ezüstérmes Bunyósról beszélünk. Ahogy akkor Szántócsi bácsi mondta, emlékszem az egyik edzésen, a világ egyik legképzettebb ökölvívója. Hát ha fele annyit át tud adni edzőként, mint amit ő tudott, akkor az már nem járhat rosszul a tanítványa. Nagy kérdés, hogy Józsi, aki ugye azért már benne van a korban, box szempontjából mennyit tudott felcsipegetni ebből a tudásból. Biztos vagyok benne, hogy sokat. Zoli nekem egyébként is a szívem csücske, mert emlékszem az első Kokó mérkőzésen, ő volt a szakkommentátorom ki Németországban, és már akkor annyi mindent mesélt a boxról, hogy ittam a szavait. Most megkérdeztük egyébként Füzesítől, hogy min változtattak az elmúlt két mérkőzés óta, min kellett csiszolni Darmost. Ő azt mondta, hogy természetesen hát ilyen vezércseleket nem fog elárulni, de azért kielemezték természetesen az elmúlt mérkőzéseket, és pontosan tudják azt, hogy milyen recept kell ahhoz, hogy ezt a meccset most már Darmos nyerje. Na nézzük akkor tehát az este főmérkőzését. Várhatóan nagyon nagy csihipuhi várható, mind a két meccs tulajdonképpen egy igazi vérfürdőbe torkollott, és most is ez várható, tehát egy igazán hősies csata. Ezüst színű kesztyűben, aki színes tévén nézi ezt a gálát, gondolom elég sokan vannak ilyenek, szóval ezüst színű kesztyűben van Tóth Tamás, arany színű kesztyűben pedig Darmos József. Jól ismerik egymást, ezt hallottuk már, tehát sok újdonságot nem tudnak mondani egymásnak. Elképzelhet, hogy megint végigmegy, és az utolsó menet fog majd dönteni mindenről. Úgyhogy ennek megfelelően természetesen nem rontanak ajtóstul a házba. Hát nem megint, eddig egyik sem ment végig, de mondjuk sokáig tartott ugye a visszavágó. Igen, 9 és 10 menet ugye nagyjából. Igen, igen. Hát tényleg nagyon nagy kérdőjel, hogy melyikük tud újítani és valamivel meglepni a másikat, mert tényleg kívülről, belülről ismerik egymást. És kíváncsian várom, hogy tényleg Józsi felkészülésébe milyen újat tudott belecsepegtetni Zoli, Füzesi Zoli. Jól tudom, a mérlegelésen valamivel nagyobb volt a súlya.
Darmosnak, nem sokkal, kb. Egy másfél kilóval, ha jól láttam. Ez olyan sokat már nem jelent azért egy mérkőzésen, vissza lehet annyit tölteni. Nem ezen fog eldőlni ez a meccs. Szép testütés Darmostól. Aki ugye sok helyen próbálkozott amatőr korszakában, hosszú éveket töltött a Vasasnál, Győrben. Hát ott élt a fénykorát, azt igen, gondolom, amikor igen. Bacska Imre vezette ott az edzéseket. A szép volt az a balfölütés viszont Barbártól. Próbált elindítani ezt a hatalmas nagy várról indítható fegyvert, a jobb kezesét, ami életveszélyes, de erre fölkészül Darmos. A meccs előtt tömören lakonikus rövidséggel annyit mondott Barbár Tamás, hogy valaki feküdni fog, ez biztos. És nem arra gondolt, ugye, hogy az esti film után valaki megpihen az ágyában, hanem itt nagyon nagy ütések lesznek. Szépen védte Tomi a balhorgot. Érdekes, hogy a Darmos egyik legjobb ütése a bal egyenes, nagyon gyorsan és jól üti. Viszont ebben a menetben még keveset láttunk tőle ilyet. A meccs előtt ide settenkedett mögénk Bozai Gyuszi, akit innen is szeretettel köszöntünk. Ugye ő három emlékezetes mérkőzést vívott Tóth Tamással. Bizony. Tehát ő is pontosan tudja, hogy milyen lehet egy ilyen maratoni hosszúságú mérkőzés. Ugye neki is volt két 10-menetes és egy 8-menetes mérkőzése Tóttal. És ebben a pillanatban véget ért a menet. Nem kellett számolni, nem kellett közbeavatkozni. Na, hogy láttad az első három percet? Mennyire bemelegítő, mennyire tiszteletkör az első? Hát annyira, tehát az volt. Ennél sokkal parázsabb lesz nyilván ez a mérkőzés, de azt gondolom, hogy nyitó felvonásnak ez teljesen rendben volt. Én picit hiányoltam az előkészítő balegyeneseket Darmostól, megmondom őszintén. Tóth Tim rendkívül koncentráltan boxol, ugye tőle azért sokszor láttuk, hogy azonnal 1000 fokon ég, és felveszi a fordulatszámot, amin végig megy. Most azt gondolom, hogy ő is azért jobban megpróbálja felépíteni a mérkőzését. De láttam egy-két mozdulatából, ahogy hárította Darmosnak a balhorgát, jobbhorgát, ahogy odafigyelt, hogy rendkívül koncentrált. Ő is nagyon sokat készült erre a mérkőzésre. Duzzad az önbizalomtól vele, és beszélgettem a mérkőzés előtt hosszasan. Neki sincs kétsége igazából, afelől, hogy kigyőz, de Darmosnak sincs, úgyhogy nagy meccs lesz ebből is, azt gondolom. Nem is tudnak más boxolni, tehát a stílusok, azt gondolom, hogy őket egymásnak találták ki. Abszolút, én is így látom. És tisztán boxolnak, tehát nem akarják szétdulakodni a mérkőzést, nem fognak, tehát tényleg győzni akarnak tiszta eszközökkel. Szép. Hú, ezek a jobb horgok, igen. Kettőt is eladott belőle Tóth. Próbált törleszteni Darmos, nagyon szépen menekült a sarokból. Ez szépen jött ki. Aztán egy balhorog Tóttól. Jól kezdi a menetet tehát Barbár. 35 éves Tóth, 34 Darmos, tehát jó korban vannak, jó karban vannak. Szép. Visszalépett, és testütés nagyon tisztán megint talál most fejre. Aztán a jobb horog szűken, ezek most egyértelműen Darmos pillanatai. Megy ám ide-oda most az adok-kapok. Igen, várható volt, hogy ugye sokáig itt nem lesz móka és kacagás. Tehát az első menet rendben van, ott feltérképezték, amit kellett. És most már teljes gőzzel előre. Igen, nagyon fontos Darmosnak, hogy a bal egyenese jól működjön. Tóth taktikája inkább az, hogy megpróbál bujkálva előre nyomulni, felső testét ingatva, és úgy aztán indítani a rakétákat. Hoppá, pici szabálytalanság. Nincs különösebb dolga Florian Bélának, a mérkőzés ringbírójának. Megvan a pacsi, folytatódhat a mérkőzés. Szép. Jobb horog, jól elkapta a tempó, Darmos, aztán még egy, majd még egy horog. El kell onnan mennie Tóthnak. Próbál zártan bunyózni mind a két versenyző. Szép, balos Tóttól. Nem szabad leengedni ütőtávon belül a kezet, ez öreg hiba. Ezt akár meg is torolhatta volna most Tóttól, hiszen a sportszerűségből nem ütött.
mozgatja, kiezget Darmos, most leereszti mind a két kezét, és ez bünteti Tóth egy balharaggal megint. Egy nagyon szép szűk ütés. Folyamatosan mondja egyébként a magáé Tóth edzője, korábbi kitűnő boxoló Pintje Szabolcs. Segédedző Baran Attila. Az igen. Szép balfalütés. Tóth Tamásnak is volt kb. 70 amatőr mérkőzése, de ő erre viccesen azt mondta, hogy tulajdonképpen nem is voltam amatőr. Ez semmi. Mondjuk a 3.30-hoz képest tényleg az. És megint egy balegyenes. Fel-fel melletti csata rendkívül nehéz, azt gondolom pontozni. De hadd kapaszkodjak bele abban, amit az előbb itt fejtegettél, hogy le a kalapfalajként Tóth Tamás előtt, hogy ezt a hihetetlen tapasztalatbeli deficitet ő ennyire el tudja tüntetni. Tehát azért nincs ember, aki azt mondja, hogy az ellenfélnek van több mint 300 meccse, és több világversenyen részt vett. Kétszer volt Európa harmadik legjobb ökölvívója a saját súlycsoportjában, és neki pedig gyakorlatilag nem volt amatőr karrierje, vagy csak nagyon vékonyka. Szóval ezt teljesen eltünteti Tóth Tomi, pedig a 36 éves, azért a profik között sincs túl sok meccse, ráadásul a mérlege sem olyan pazar, ugye 10 győzelem mellett 6 vereség, 5 döntetlen, és gyakorlatilag teljesen nem, hogy méltó ellenfele Darmosnak, hanem végig pariban tud lenni végig, egy Európa klasszis versenyzővel. Sőt, ő áll jobban, hát mondjuk ő áll jobban gyakorlatilag, ugye eddig a kettőjük csatán egy győzelem, egy döntetlen, szóval le a kalappal Tóth Tomi előtt. Viszont azt gondolom, hogy lehet, hogy ezt a saját maga javára fordíthatja egy ökölvívó, hogy ezáltal frissebb is, mert azért Darmos Zsuzsának az a 300, az nagyon sok, az mindenkinek nagyon sok, azért az rendesen elhasználja az embert fizikálisan és minden szempontból. Úgyhogy lehet, hogy itt az a nagy-nagy tapasztalat, amit mindig úgy tüntetünk fel, mint ami nagy kincs, az vissza is üthet bizony egy bizonyos kor után és bizonyos meccszám után. Tóthnak elmondása szerint tulajdonképpen egy olyan mérkőzése volt, ahol tényleg nem tudott mit kezdeni az ellenféllel, Szellő Imrének hívják. Ugye, nagy volt a tudásbeli különbség. Megint közel lép Tóth, hihetetlen akaraterő, elképesztő hit dolgozik benne, tényleg hegyeket tud ez a fiú megmozgatni. Igen, fantasztikus az akaratára és az ütés álló képessége. De azt gondolom, hogy Darmos Józsiról is elmondható az akarat ereje, a szíve, és a híres nagyobb csapotja, amit egészen váratlan helyzetekben és időzítéssel tud eladni, az is még nagyon kiemelendő nála. Sorozás fejre, 3-4 találat Darmostól. Megpróbálja egy picit lelassítani Tótot. Kicsi bujócska, most egy szűk balos Tóttól, ez szép. Nagyon sokat fejlődő Tóth Tamás az elmúlt évek folyamán, már tényleg nincs túl jó mérlege, viszont azért van most már 22 mérkőzése, ebből sok tapasztalatot lehet meríteni. Eléggé puhán, tompán próbált indítani Darmos. Pontatlanok. Magára úszta, bal jobb egyenes, épp hogy csak oda pöckölte, mint csak egy mutatóban üt. Nyújtogatná a kezét, és amikor rá meg akciót indított Tóth Tomi, akkor abba szépen belevert egy balhoroggal Darmos. Na most megint kutyaszorítóba került egy pillanatra Darmos, de nagyon szépen eltáncolt onnan. Ő az, aki megpróbál egy kicsit talán lazábban, táncosabban, játékosabban bunyózni, viszont összeszorítja a fogait Tóth, és ő talál. Tehát tényleg kompenzálni tudja a másik versenyző talán valamivel nagyobb képzettségbeli előnyét. Bár ezen a mérkőzésén eddig ez abszolút nem domborodik ki. Darmos azt mondta egyébként, hogy az első mérkőzést úgy vesztette el, hogy ő nem volt igazán jó állapotban, sérüléssel bajlódott. De azért elismerte, hogy Tóth nagyon fölnőtt a feladathoz mind a két alkalommal. Egy ide, egy oda. Van még 10 másodperc a menetből, és őrületesen nagy ütés! Ez hihetetlen! Tóth megpróbál fölkelni! 6, 7, vége, kiszámolják. Balhorog, K.O., balhorog. Pedig a jobb csapott a legjobb ütésen, meg mondtuk a bal egyenes, de ez a balhorog, ez nagyon ott volt. Hát ennyi, egy egészen pontos ütés.
Épp akartam, hogy látszik rajtuk, hogy nagyon jól ismerik egymást, mert azért nem rontanak annyira ajtóstól a házba. De kipattant Józsinak, kipattant ez a balhorog. Mégiscsak előjött a tapasztalat. Tehát ez a balhorog, ez, erre mindent van, csak azt mondom, hogy lucky punch. Nem, ez benne ez volt, biztos, ez sok-sok-sok-sok évnyi gyakorlás és tapasztalatnak az eredménye. Gyönyörű mozdulat. És ugye pont arra utaltunk előtte, hogy lehet kompenzálni a tudásbeli különbséget szívvel, akarattal, sok más tényezővel, de vannak pillanatok, amikor egész egyszer nem tudsz már reagálni valamire. De ez egy ilyen volt. Ó, az a kisfiú, kisfia, azt hiszem Tóth Tamásnak, van egy lánya is. Hát kegyetlen pillanatok ezek. Ilyen a box. Pillanatok. Ilyen a box. Ez a box. De ő azt mondta, hogy őt amilyen traumák érték korábban, a magánéletében, a gyerekkorában, ahhoz képest a boxban nem érez fájdalmat. És nagyon szép. Tiszteli az ellenfeleit. Igen, és egymást is. Egyébként teljesen jóban vannak, egyébként szoríton kívül jó kapcsolat van kettő között. Hát tényleg ilyen a bunyó kész. Tehát hogyha nincs ez a, nem pattan ki most ez a balhorog, akkor lehet, hogy itt csinálnak egy nagy közönségmeccset 10 meneten keresztül. De hát mind a ketten nagy ütők, és benne volt a meccsbe tulajdonképpen, bármennyire is sokáig tartott az első kettő, hogy most a meccs elején egy ütés lezárja ezt a mondtuk, történetet. Ezt emlékszel az elején. Egy, igen. Öt, akár 10 menet is lehet. Igen. Cirkálós súlyban vagyunk, ne felejtsük el. Itt azért nagyon nagy pofonok zuhognak. Igen. A megható, tényleg érzelemdús pillanatok mind a két oldalon, és most már össze lehet ülelkezni. Ez a sport nagyszerűsége. Így van. Hogy előbb még csépelték egymást, most pedig egymást átölelve már mosolyognak. Hát brutális KO a székesfehérvári gálán. Ritkán látunk ilyet, szinte beleremegett a föld, ahogy padlót ért ott. De hát menni kell tovább. Egyrészt sajnálom Tóth Tomit, mert egy kitűnő sportember, és tényleg le a kalappal, hogy valaki így boxoljon ennyi évesen, ilyen csekély amatőr tapasztalattal. Ennyi nagy meccsel ajándékozza meg a magyar box rajongókat. Ugyanakkor pedig nagyon örülök Darmos Józsinak, mert egy kitűnő sportember, és annyian leírták, és annyiszor leírták már Darmost. És most a kétkedőknek egy csattanós választ adott ezzel a győzelemmel. És Győriné Tóth Zsuzsanna kezében a magyar bajnoki érem végül is az is jár. Szóval az öv, ami most már Darmos József derekát díszíti. Kár, hogy ez is viszonylag gyorsan befejeződött. Én valahogy titkon reménykedem abban, nem tudom, hogy vagy ezek. Lesz negyedik felvonás. Igen. Szeretnék egy negyediket is. Igen. Itt Izrael Vázquez és Rafael Márquez. Az ő kisebb súlyóban. Igen. Volt erre példa a box történetében. Biztos cirkálós ügyben is tudnál mondani olyan nagy párharcokat, amik 3-4 meccsen át tartottak. Hát Füzesi Zoltán fényes győzelmet arat Darmos Józseffel. Úgyhogy megnézzük itt lassításban még, hogy pontosan mi is volt az az ütés, ami lezárta ezt a találkozót. Egy laza jobbos, itt még ugye a kötelektől megy el Darmos. Szép, és igen, aztán ott az a... És nagyon sokszor próbált ezt a jobb horgot eladni testre, csak azonnal felhúzta a bal horgot fejre. Nagyon szép akció volt egyébként, nagyon-nagyon-nagyon szép. Épp hogy, pedig fent volt a keze, ugye, Tóth Tominak, mégis befért a kesztyű. Gyönyörű kiütés. Na, és akkor megyünk tovább mi, hiszen jön...